Szent Márton a béke embere volt. Három olyan jelenetet mondanék el az életéből, ahol látjuk azt, hogy mennyire különböző módokon vette észre, hogy mit jelent a béke. Még az életének a püspöki vagy szerzetesi szolgálatának a legkezdetén ismerjük azt a történetet, hogy a katona volt, és egy zsoldosztáskor úgy döntött, hogy leszerel. És ez a zsoldosztás éppen a császár jelenlétében történt, és éppen egy ütközet előtt történt, amikor is egyébként eretnek csapatokkal kellett volna megküzdenie a császárnak. És Márton bejelentette azt, hogy ő most leszerel. És erre haragra robbant az uralkodó, mert azt mondta, hogy félelemből, gyávaságból akar éppen a döntő ütközet előtt elmenekülni, és Márton erre azt mondja, hogy ha kell, akkor fegyvertelenül is kiállok a két csatasor közé, én ettől nem félek, nem gyáva vagyok. Azt olvassuk az életrajzban, hogy Márton elkészült erre a halálra, és másnap reggelre a ellenség az követek által békét kért, nem került sor az ütközetre. Krisztus ezzel akarta megőrizni a békét és megmenteni Szent Mártont, az ő katonáját. Az első tulajdonsága az, hogy ő fegyvertelenül áll oda két csatasor közé, és ezzel a fegyvertelenségével lesz Krisztus eszköze a béke megteremtésében. Ha az élete elején ezt a szerepet játszotta a béke, akkor az élete végén is egy nagyon fontos szerepet játszik, ugyanis ebbe hal bele. Ebben az illető levélben, amely Márton haláláról szól, azt olvassuk, hogy Márton már tudta, hogy az elköltözésének az ideje közel van, de azt hallotta, hogy Kandesz egyházában a klerikusok között vita viszály tört ki, és ezért elutazott, hogy helyreállítsa a békét, ugyanis azt gondolta, hogy talán az lesz a legjobb, hogyha hagyatékként vagy örökségként a helyreállított békét hagyja az egyházra. Márton életének az utolsó tette az, hogy az egyház békétlenségét simítja el, és ebbe hal bele, hiszen már nem tud visszatérni Túr városába. Ugyanakkor ezek szerint az ő hagyatéka valójában az egyházra az a béke, amelyet az élete árán is helyreállított, és közben tudta azt, hogy éppen az egyházban is létezik a békétlenség. És végül a mai korban talán kevésbé ismert, de nagyon döbbenetes béketeremtő vagy békeszolgáló tette Szent Mártonnak, az a Dialógusok könyvében olvasható, a harmadik könyv 11. fejezetében. Az ő püspök társai államhatalmat kívánnak igénybe venni arra, hogy a másként gondolkozó keresztényeket, azaz eretneket kiírtsák. És mivel nem bírnak ezekkel a szélsőségesen gondolkodó szerzetesi indítatású hispániai keresztényekkel, a prisciliánusokkal, úgy döntenek a püspökök, hogy nem zsinaton, meg nem valami fajta teológiai vitában, hanem az államnak a hadi erejével vagy a rendőrségével fogják kiirtani azokat a keresztényeket. És ez 70 évvel azután van, hogy az állam, a pogány állam, a pogány császár keresztény üldözésre használta a saját haderejét. Ilyen módon Márton látja azt, hogy most történik az első keresztény üldözés, amelyet keresztények hajtanak végre állami segítséggel. Márton eldönti, hogy elmegy Trierbe, az uralkodóhoz, akinek az udvarában ott van az összes többi püspök, aki arról beszélget a császárral, hogy majd akkor haderővel elintézzük ezt a kérdést. És a püspökök megijednek, és megint csak az uralkodó segítségével egy tisztviselőt küldenek Márton elé, hogy akkor engedik be a városba, hogyha megőrzi a püspökök békéjét. Így szól a szöveg. És Márton erre elgondolkozik, és azt mondja, hogy ő megígéri azt, hogy Krisztus békéjével érkezik. És hát azóta ott van ez a nagy kérdés, hogy a püspökök az egyház békéje, az azonos-e Krisztus békéjével. A püspökök akkor azt gondolták, megnyugodtak, hogy azonos vele. Ugyanakkor egy latin szójáték ez, mert hogy a püspökök békéje az alanya, aki birtokolja ezt a békét. És amikor azt mondja, hogy Krisztus békéjével érkezem, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy én majd Krisztus békéjét hozom meg, hanem azt is jelenti, hogy én úgy fogok jönni, hogy Krisztus nem háborodik fel. Ő békében marad. Krisztus fogja megőrizni a lelki egyensúlyát, nem pedig a püspökök. És hát ez is történik. Márton eléri azt, hogy nem küldi ki a katonaságot a császár. Ugyanakkor
úgy érzi, hogy ezzel valami döntőtörés állt be közötte és a többi püspök között. És ezután a történet után azt olvassuk Szent Mártonról, hogy 16 évig élt még, és soha többet a püspököknek egyetlen egy gyűlésébe el nem ment, és soha többet nem találkozott velük. Szóval Márton megőrzi Krisztus békéjét, de ezzel a tettével kizárta magát a korabeli püspököknek a közösségéből. És hát a mai olvasó mondhatja azt, hogy hát ezek szerint azok a püspökök nem voltak közösségben Krisztussal, de akkoriban mindenki azt gondolta, hogy Márton nincsen közösségben Krisztussal, és hát ő az, aki kiközösített. És a nyugati egyháznak talán az egyik legnagyobb szentje azzal fejezi be az életét, hogy feszültségbe kerül a saját egyházával, abba hal bele, hogy helyre akarja állítani a békét, és ezáltal egy teljesen nyitott történetet hagy az egész egyházra, hogy valójában bármelyik korszakban Krisztusnak a békéje. Szent Márton emlékezetének egy 1600 éves története van. Rögtön a halála után, mondjuk egy 40-50 évvel elindult a kultusza, és különböző történelmi korszakokon, még a késő ókorban, a középkorban, aztán az újkorban, vagy a legújabb korban, minden kor embere a saját kihívásai mentén, vagy a saját egyházi hagyománya mentén értelmezte Szent Mártonnak az alakját, és úgy tűnik, hogy a 19. század óta a lampion és a liba az, amelyik a képünket meghatározza, vagy esetleg még az a jelenet, amikor Szent Márton megosztja a köpenyét a koldussal. Ugyanakkor egy 1600 éves recepció történet azt mutatja, hogy Szent Márton sosem veszít az aktualitásából, és ez azt is jelenti, hogy akár a mai kor ember számára is sokkal több van Szent Márton tettében, alakjában, történetében, mint amit esetleg ma éppen olyan közismerten tudunk. Múltkor azon gondolkodtam, hogy Szent Márton rendkívül érzelemteli, érzelmes, hogy lobbanékony ember volt. Tudjuk azt például, hogy Trierben Maximus császárral ő kiabált, ő veszekedett. Ő nem egy jámbor lélek volt, akit nem lehetett kihozni a sodrából, akkor, amikor az egyház, vagy a keresztények élete, érdeke úgy kívánta, akkor akár a császárral is szembeszállt. Azt is tudjuk, hogy amikor a kereszténységről volt szó, akár a mindenfajta eretnekséggel szemben, akkor akár fákat is kivágott, vagy kidöntött, vagy megzavart egy halottas menetet, amikor azt érezte, hogy a keresztények valamiképpen a pogányság felé kacsingatnak vissza. Volt benne egy óriási lobbanékonyság, és ezzel a lobbanékonysággal szemben állt mégis az a mérhetetlen érzékenység, amellyel az emberek ügyére és az egyház ügyére figyelt. Szent Márton életrajzírója Sulpicius Severus volt, aki Márton halálát megelőzően, még a 4. század 90-es éveinek a középső harmadában megírta Szent Márton életét. Ő személyesen ismerte, személyesen találkozott Szent Mártonnal, arisztokrata volt Sulpicius Severus, és Márton ez a katona emberből lett szerzetes, majd szerzetesből lett püspök, nagyon lenyűgözte, hiszen maga Sulpicius Severus, az életrajzíró is szerzetesi életet akart élni. Mártontól tanulta meg. És a személyes találkozásukat követően megírta Szent Márton életrajzát, ez az, amit ma is Szent Márton életrajzaként ismerünk. És amikor Szent Márton meghal a 90-es évek második felében, akkor rögtön utána Sulpicius Severus három levélben beszámol Márton életének utolsó napjairól, azoknak az olvasóknak, akik egyébként már az életrajzát ismerték. Minden szent életrajz mögött alapvetően Krisztus képe húzódik meg, és minden szent életrajz a Krisztus után a 4., 5., 6. században Krisztus felől is közelít a főszereplőjéhez. Ugyanakkor meggyőződése Sulpicius Severusnak, hogy Szent Mártonban az apostili idők térnek vissza, és Szent Márton élete csodái, működése, az Sulpicius számára az apostoloknak a működése és a cselekvései, és az apostolok pedig nyilván Krisztustól veszik a ragyogásukat, meg a tetteiket, akár az apostolok cselekedeteiben is, az apostoli halott feltámasztások, vagy az apostoli gyógyítások, azok mind Krisztusnak a gyógyító, meg feltámasztó jelenlétét folytatják a világban.
És Szulpicius világosan megmondja, hogy Szent Mártonnak ez az elszakíthatatlan kapcsolata van Krisztussal, hiszen az életrajz pontosan arról számol be, még hittanulóként, amikor megosztja Szent Márton a köpenyét, akkor álmában ugye azt látja, hogy Krisztusnak adta ezt a köpenyt, és Krisztussal beszélget. És ennek az üzenete az, hogy Krisztus, mint a hittanuló, vagy a katona és a püspök, illetve a szerzetes életnek a középpontja, ilyen szerepet foglal el Márton életében. Ismerünk egy olyan történetet is, ugyancsak az életrajzban, amikor a sátán azzal kísérti meg Mártont, hogy Krisztusként jelenik meg előtte, csak hogy nagyon szép ékes ruhában, aranydiadémmal, ragyogóan. És Mártonnak gyanús lesz a dolog, és azt mondja, hogy mutasd meg nekem a sebeidet. Mert Krisztust ezekről a sebekről lehet felismerni. Szóval a feltámasztásokban, gyógyításokban Krisztusnak ez a nagyon személyes jelenléte tükröződik Márton életében, és ez egy erőszólam az életrajzban, hogy Márton, mint szerzetes, mint a saját keresztény életét nagyon-nagyon komolyan vevő, komolyan elmélyítő ember kapcsolódik Krisztushoz, és ezek szerint az a meghívása minden szerzetesnek, azaz minden kereszténynek, hogy ilyen módon kösse össze az életét Krisztus személyével. Meggyőződésem, hogy Ferenc pápa jól ismeri a Szent Márton történetet, és az is feltételezem, hogy az életrajzon túl, valamint ezen amilyeni jeleneten túl többet is tud Szent Márton életéről. Hogy mit üzen a mai befogadó számára az, hogy Ferenc pápa Szent Mártont ad az államfőknek vagy kormányfőknek, arról talán még többet tudok mondani. Egyrészt a felebaráti szeretetnek az a tette, hogy Szent Márton odaadja a köpenyét a koldusnak, az nem abban áll, hogy önzetlenül valakinek odaadok valamit a tulajdonomból. Az abból áll, hogy leszállok a magas lóról, és ott veszem észre Isten jelenlétét, ahol rajtam kívül senki nem veszi észre, és ahol én sem sejtettem volna eddig. Ugye azt írja az életrajz, hogy Szent Márton rájött arra, hogy Isten neki tartotta meg azt az embert, akin előtte senki sem könyörült. És az államfők számára az lett az üzenet, hogy le kell szállni arról a magas lóról, és olyan lehetőségek vannak a kezükben, hogy észre kell venniük azokat, akiket az egész társadalom nem vesz észre. Azaz mindenkinél mélyebbre kell lemenniük ahhoz, hogy ott találkozzanak a rászorulókkal. És ez egészen Szent Ferenci, Szent Mártoni és Ferenc pápás üzenet. És szerintem van még egy jelentősége. Mártont nem csak ennek a békés, derűs embernek ismerjük meg. Szent Márton képes volt arra, hogy Trierben berontson a császári palotába, és minden püspökkel szembe menve, ő ne az uralkodó kegyét keresse, hanem eszméletlen hevesen, agresszíven szembeszálljon a császárral. Azaz azt is mutatja, hogy a legkisebbek ügyéért a szent, vagy az evangéliumot olvasó ember az adott esetben szembe kell, hogy szálljon azokkal az emberekkel, akik a közhatalmat gyakorolják, és akik adott esetben elfelejtik azt, hogy mi az ő küldetésük is.